Üdvözlet mindenkinek! Már korábban idén elkezdtem összegyűjtögetni azokat a dolgokat, amik valami régen kimaradtak, de azért hiányoznak nekem a gyűjteményemből. Itt elsősorban az 5. korszakos Eurosprinter mozdonyokra gondolok. Ugye a Mávosat már korábban beszereztem az eBay-ről évelején, és ahogy nézegettem az oldalt, sikerült néhány hónapja találni egy gyeseves 5. korszakos első kiadású 501-es pályaszámú Eurosprinter mozdony Franciaországból meglehetősen kedvező áron 65.000 forintért sikerült a géphez hozzájutnom postával mindennel együtt. Nézzük meg ezt a mozdonyt, hogy mit hozott a postás, mi volt a csomagban. A klasszikus narancssárga-kék rokó csomagolásban érkezett meg a mozdony, itt a nagy csomagból már kibontottam. Érdekesség, hogy itt elől nem volt rajta az a kis hungarocel, viszont belül maga a mozdony az sértetlen állapotú. Óvatosan ki is vettem a gépet a dobozából és megszemléztem. Nagyon szép állapotú volt a mozdony ahhoz képest, hogy használtan került hozzám. Klasszikus igazi békebeli rokó gépről van szó, nem csalódtam benne, föl voltak szerelve itt a kiegészítők is, úgyhogy azzal már nem kellett foglalkoznom. Minden része igazániból nagyon korrekt állapotú volt a gépnek, úgyhogy szerintem ilyen összegér, amennyire vettem, teljesen jó vétel volt ez a mozdony. Itt egyedül az egyik kis ütköző palástot kellett visszatolnom a helyére, valószínűleg szállítás közben lerázódott. 501-es pályaszámú gyesev gép, ugye ez volt az első gyesev Eurosprinter, amit a Rokó kiadott, egy évvel a Mávos mozdony után érkezett a zöld-sárga verzió belőle. Áramszedők is szépen nyíltak, nagyon jó állapotban voltak ők is, nem sokat használhatta szerintem az a modellező, akinél ez a jármű futott. A kerekeit szoktam megnézni ilyenkor a mozdonyoknak, így se látszik túlzott kopást. A tapadógyűrűs kerekek is rendben voltak. A kasznit leszereltem, és megnéztem, mi van benne. Volt benne valami ősrégi dekóder. Nem tudtam kideríteni a gyártmányát, mert nem valamiért nem akarta kiolvasni se az E21, se a Multimouse, de egy dekódernek tűnik ott benne. A szokásos 8-pólusú kis foglalatban. De le volt ragasztva ez a dolog, elég nagy méretű, úgyhogy gondolom nem egy mai darabról van szó. Föl is tettem a kis tesztpályámra, rezeteltem a címét 3-asra, mert más címen próbálgatva nem igazán indult el, és el is indult egyébként. Utána természetesen kicseréltem egy sima Digitools mozdonydekóderre, és kipróbáltam a mozdonyt, gyönyörű szépen jött-ment, előre-hátra világított, úgyhogy ezzel nem volt gond. Egyelőre maradt benne a sima néma dekóder, aztán ő is majd előbb-utóbb hangosítva lesz. Szokásos módon letakartam egy kis fekete ragasztószalaggal a zárfényt azon az oldalon, ahol a kapcsoló szerkezet van, így nem fog fölöslegesen világítani a vonat irányába. Összeszerelés után pedig ment is föl a pályára a mozdony, meg is tett járatva, és azóta is használom ezt a kis gépet. Annyi érdekesség van vele kapcsolatban, ugye, hogy itt a feliratozását a Rokó azt egy picit elrontotta, az egyik oldalon jó a feliratozása, a másik oldalt viszont nem megfelelően került föl rá, és föl van cserélve a gyesev és a röe felirat. Ugye a Mávos mozdonynál ugye a törős kaszni volt a probléma, itt pedig ez a felirat felcserélt dolog. Kicsit érthetetlen, mert ugye ez a mozdony még a Made in Austria korszakból származik, és hát azért láthatóan becsúszott itt is egy apró pontatlanság. Nekem egyébként nem zavaró, de nyilván aki erre érzékeny, annak probléma lehet. Akkor egyébként érdemes megvenni az 505-ös pályaszámú gépet, az pár évvel később adta ki a Rokó, és ott már helyesen van megcsinálva a mozdony feliratozása. Ezzel a mozdonnyal szépen kiegészült az 5. korszakos gyűjtemény. Ugye a matricás gyesev Taurusok, amiket az ÖBB-től béreltek, azok később érkeztek. Klasszikus 5. korszakba ugye
ez a 5 darab, az 501 és 505-ös pályaszám közötti gép volt a Gyesevnél. Így ezzel és a másik mávos Eurosprinterrel már kiegészült a gyűjtemény, ez is pipa, gyakorlatilag a villanymozdony fronton, így van V43-as, V63-asból, UFC-s, sima és 100-as, és az Eurosprinterekből, amit még tartogat a jövő, az meg valamilyen Pico Gyesev szili lesz majd a jövőbe, talán kiadják ugye a kék alapon sárga gyeseves szilikből is valamelyik klasszik verziót, és akkor aztán tényleg pipálható lesz részemről az 5. korszak ezen a fronton is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot, és jó modellezést kívánok mindenkinek!